Jó estét kívánok, ez a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2015. február 11-én, szerdán este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Újabb csapatsport a városban, férfi kosarasok Moson-Magyaróváron. Súlyos balesetek a gyalogátkelőkön, körültekintően kell közlekedni. Tehetségkonferencia, jövendő munkaadóik előtt bizonyítottak a helyi kar hallgatói. Még decemberben kötött együttműködési megállapodást Moson-Magyaróvár önkormányzata, a Győri Kosárlabda Klub Egyesület és az MTE 1904. Az önkormányzat biztosítja az infrastruktúrális kereteket, valamint az anyagi hátteret. Cserébe azt várja el, hogy hamarosan egy MB2-es férfi kosárlabda csapata legyen a városnak. Ami ennél is fontosabb, hogy a fiatalok sportoljanak, egészségesebben éljenek. Moson-Magyaróvár egy stabil koncepció alapján építi a város sport életét. Ez megnyilvánul az önkormányzati támogatásokban is. Az evezés és a küzdősportok már bizonyítottak, segíteni kell viszont a csírájában már működő kezdeményezéseket. Az atlétika és a kézilabda meghonosítása mellett újabb csapatsportot támogat a város, fogalmazott Iváncsics János alpolgármester. És férfi vonalon a kosárlabda sportág volt az, ahol a labdarúgás mellett a legnagyobb tradícióval rendelkezett, de ahogy mondtam, több évtizeddel ezelőtti tradícióval. Mégis ebben láttuk azt a lehetőséget, hogy újjá tudjuk éleszteni. 3 éve hozta létre az MTE 1904 a kosárlabda szakosztályt. U11-es és U12-es korosztályban az országos bajnokságban szerepelnek, tornagyőzelmeket érnek el. A hosszú távú siker kulcsa az utánpótlás képzés. 4 iskolában, 3 korosztályban mintegy 100 utánpótláskorú gyermekkel végezzük a napi edzéseinket. Ez a 100-as gyermek létszám, ez egy 3 éves megfeszített munkának az eredménye. Sajnos szinte nulláról kellett kezdenünk a munkát. A szakmai hátteret az NB1B-ben szereplő Győri Kosárlabda Klub biztosítja. Az együttműködésnek köszönhetően a játékos csere lehetősége is fennáll. Győri játékosok emelhetik a Moson-Magyaróvári csapat színvonalát, tehetséges fiataljaink pedig az NB1B-ben kaphatnak játék lehetőséget. Célunk igazából a gyerekek számára egy duális képzésnek a megadása, ami arról szól, hogy a sport mellett szeretnénk nekik egy olyan hátteret biztosítani, ami az általános iskola elkezdésén túl, a középiskola befejezésén keresztül a diplomáig tart. Képzett, kvalifikált embereket szeretnénk az életre bocsátani, úgy, hogy amellett ők egészségesen élnek, sportolnak, kosárlabdáznak. Jelenleg a Fekete, a Bolyai, valamint a Haller iskola alsó, illetve felső tagozatán van lehetőség kosarazni. A költségvetésben évente 3 millió forinttal támogatják az egyesületet azért, hogy egy stabilan működő férfi MB2-es kosárlabda csapat jöjjön létre. Emellett az is legalább annyira fontos, hogy minél több kisgyermek sportoljon rendszeresen. Nem történt kiemelt bűncselekmény az elmúlt héten a Moson-Magyaróvári Kapitányság illetékességi területén. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint többségében vagyonelleni bűncselekményekre volt példa. A Karolina kórházból ismeretlen tettes tulajdonított el egy betegszállító rokkant kocsit. Szeszes italt és tortát próbált ellopni egy boltból egy 63 éves férfi, ám az elmúlt hét legsúlyosabb balesete a tegnap este történt halálos gázolás. Tegnap este 6 órakor történt Moson-Magyaróváron egy halálos kimenetelű közlekedési baleset. Itt a rendelkezésre álló adataink szerint egy 70 éves gépjármű vezető saját tulajdonú személygépjárművével közlekedett Deák tér irányából a Városkapu tér irányába. Itt kijelölt gyalogátkelőhelyhez érve a járműve elejének középső részével elütötte a kijelölt gyalogátkelőhelyen gyalogosan áthaladó 60 éves Moson-Magyaróvári hölgyet, aki az ütközés, illetve baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítása során elhunyt. A közlekedés rendészeti osztály a büntetőeljárás keretében a nyomozást folytatja. Az elmúlt hetekben több baleset is történt a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken. A közlekedési morál jelentősen romlott. Általánosságban elmondható, mind a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosoknak körültekintően kell közlekedniük.
Előző év decemberében 2015-ben eddig pedig már 3 halálos baleset történt gyalogos átkelőhelyen városunk belterületén. Minden közlekedő, így a járókelők biztonságát is több szabály óvja, amennyiben betartják azokat. A gyalog átkelőhelyen kell áthaladnia, a lelépés előtt meg kell győződni, az úteslépés előtt meg kell győződni annak veszélytelenségéről, illetve itt mindenféleképpen kiemelni, hogy abban az esetben is, amikor a gyalogosnak egyébként elsőbsége van, lelép az úttestről, a gyakorlat azt mutatja, hogy ezt megelőzően, úttestre lépés megelőzően ők körülnéznek, lelép az úttestről, és abban a hiszemben folytatja a gyalogos tovább az útját, hogy ő neki mindenki már elsőbséget ad. Az elmúlt 4 gyalogos elütés azt bizonyítja, hogy ez nem minden esetben van így. A gyalogosoknak folyamatosan figyelniük kell a forgalmat, a zebra felező vonalának az átlépése előtt javallott még egyszer körbetekinteni. Mind a 4 baleset úgy történt ugyanis, hogy a felező vonalat átlépve a nekik jobbról érkező autó ütötte el az áldozatokat, hangsúlyozta a rendőr a lezredes. A kerékpárosoknak nincs elsőbsége a gyalogátkelő helyen, mindenképpen le kell szállnia a bicikliről, ha áthalad az úttesten. De a haladó gépjárműveknek is fokozott figyelemmel kell megközelíteni a zebrát. Kiemelném az elmúlt esetek tapasztalatait, hogy a mostani időjárási viszonyok között az előfordul, hogy amennyiben az ablak mosó folyadékkal lemossák az ablakról, a szélvédőről a szennyeződést, akkor egy csík jobb és bal oldalon elmarad, és az aoszlop, illetőleg ez a csík is nagyban kitakarja a közeledő gyalogosokat, egy holtér keletkezik, ezért felhívnám a figyelmet, hogy amielőtt a gyalogátkelő helyre ráhajtanak, érdemes lenne ebből a holtérből egy kicsit kimozdulni. A látási viszonyok és az időjárási körülmények nagy mértékben befolyásolják a gyalogos átkelőhelyek biztonságos megközelíthetőségét. Mindenféleképpen körül kell nézni, mert lelépünk. Ezt javasolja a gyalogosoknak Sztányi Csaba, aki taxisofőrként nap mint nap találkozik balesetveszélyes helyzetekkel. Autóval főként éjszaka kell fokozott figyelemmel megközelíteni a zebrákat, hívta fel a figyelmet a hivatásos sofőr. Személygépkocsival mindenképpen fokozott körültekintéssel és lassítással kell megközelíteni ezeket, főleg akkor, mivel én is úgy a szülő vagyok, gyerekem is van, főleg mikor gyerekeket is lát az ember az út mellett, akkor azért ilyenkor elgondolok, hogy az ember, tehát hogyha az én gyerekem lenne ott, én is azért felháborodnék, a gépkocsi vezetők csak hajtanának át lassítás nélkül, és nem állnának meg. Ezen a zebrán tegnap este egy 60 éves nő vesztette életét. A büntető eljárás még folyik, így részletes információnk nincs a körülményekről. Ismét jelentősen, mintegy 30%-kal megnőtt az influenza-szerű megbetegedések és az orvoshoz fordulók száma a Moson-Magyaróvári járás területén. Akinek a tünetei tartósak, mindenképpen forduljon orvoshoz. A megfelelő kezelés hiánya ugyanis súlyos szövődményekkel járhat, hívta fel a figyelmet az ANTS. A Moson-Magyaróvári járás intézet illetékességi területén az influenza morbiditás 100 ezer lakossa 1384,0% volt pontosan. Ennek alapján megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megye Moson-Magyaróvári járásának a területén nagyon magas az influenza aktivitás most. A megbetegedések elsősorban a fiatal felnőttek korosztályát érintették, tehát a 14 év körüli és a ennél idősebb lakosok betegek zöme. A Moson-Magyaróvári kar első alkalommal rendezte meg a tehetségkonferenciát. A diákok nagy cégek képviselői előtt bizonyíthatták tudásukat. Ez a lehetőség arra is jó volt, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek, a jövőben milyen vállalatoknál tudnak majd elhelyezkedni. Fiatal tehetséges diákok mutathatták meg oroszlán körmeiket nagy cégek előtt. Az első tehetségkonferencia betekintést enged abba a munkába, amit a tanulók végeznek. Ezen felül a diákok is belekóstolhatnak, hogy a jövőben mely vállalatoknál tudnak majd elhelyezkedni. Olyan cégeket igyekeztünk meghívni, akik a mezőgazdasághoz kapcsolódnak. Van egy cég, aki itt dolgozik a kampuszon és a karon már évek óta. Ők elsősorban állati, úgymond állategészségügyel, egészséges élelmiszerekhez kapcsolódóan végeznek kutatásokat. A vállalatok is fontosnak tartják a fiatalok segítését és nevelését. Ahhoz, hogy a jövőben egy cég továbbra is versenyképes tudjon maradni, mindenképpen szükség van a fiatalok új ötleteire, eredményeire. Az egyik cég szoros kapcsolatot ápol az egyetemmel, hiszen évek óta több termet is bérelnek tőlük.
A cégcsoportunknak több profilja van, alapkutatásokkal foglalkozunk elsődlegesen, molekuláris biológiai technikák, élelmiszer diagnosztika, állategészségügyi diagnosztika területeken és vakcinagyártás területén. A helyi karnak az a filozófiája, hogy az egyetemre érkező diákok mind tehetségesek. A feladat az, hogy együtt találják meg azt, amiben igazán a legjobbak. Erre jók a tudományos köri konferenciák, akár egyéb más tudományos tevékenységek és az ösztöndíjak, vélekedett Neményi Miklós. Ennek ezeknek mind az a lényege, hogy egy széles palettát, egy széles lehetőséget kínáljunk a hallgatóknak, hogy valóban közben a tehetségesekből aztán nagyon tehetségesek váljanak azon a területen, ahol ők akiknek affinitásuk van. Az egyetem fontosnak tartja a tehetségek nevelését, képzését. Ez a konferencia akár inspirációval is szolgálhat a diákoknak, hogy hol szeretnének elhelyezkedni a jövőben. Szakmai kapcsolatrendszer tudnak ezáltal fejleszteni a hallgatóink, ami úgy érzem, hogy minden egyetemnek ez lenne a feladata, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a munkaerőpiacon is megtalálják itt a kis országunkban a maguk helyét. Az egyetem sikerként értékeli ennek a konferenciának a létrejöttét. Reményeik szerint lesz majd folytatása annak érdekében, hogy segítsék tehetséges diákjaikat. Az MTA 1904 már január 6-án megkezdte a tavaszi felkészülést. A csapat dolga nem volt egyszerű, hiszen a holt szezonban több új igazolás is érkezett a klubhoz. Az influenza is megviselte a felkészülés minőségét, több játékost is nélkülözni kellett az edzések során. A hangulat ennek ellenére pozitív, és úgy vélik, hogy sikeres időszak előtt állnak. Nem ment zökkenőmentesen az MTE 1904 csapat téli felkészülése. Sok játékos nélkülözni kellett a klubnak az influenza járvány miatt. Ennek ellenére a csapat pozitívan tekint a szezonra. Tehát a fizikai felkészülés első részén már túl vagyunk, most már a labdás játékok, illetve a csapat kialakítása zajlik. Sajnos, hogy a betegség hullám minket is elért, és az influenza járványban vannak problémáink, de remélem, hogy előbb-utóbb kiegészülünk, és akkor jó lesz a csapat. A télen 5 új játékos érkezett a klubhoz. A csapaton belül mindenki úgy érzi, sikeresen beilleszkedtek, és ez akár új motivációkat is hozhat. Úgy érzem, hogy ők azért annyira tapasztaltak, tehát most ha azt mondom, hogy olyan osztályból jöttek, elsősorban másodosztályból jöttek, nagyon sok újdonságot nekik nem kellett mondani, bemutatni. Elmondtuk nekik mi, hogy működik itt nálunk. A játékosok kemény munkát végeztek a tél folyamán. Az új igazolásokkal a létszám probléma is megoldódni látszik a klubnál. Hátradőlni viszont nincs miért. Továbbra is keményen kell dolgozni, hogy előrébb jussanak a tabellán. Nem vagyunk túl jó helyen a tabellán, de én úgy gondolom, hogy összjátékban mindenképp, illetve hát a gólhelyzetek kihasználásában, és hát erőben egy kicsit jobban kell kinéznünk, mint az ősszel. Ebben tudnak segíteni, hogy a létszám problémáink úgy néz ki, hogy megoldódnak, és ha elkerülnek a sérülések, kiállítások, eltiltások, akkor remélem, hogy jó szezont fogunk futni. Az őszi szezonban is rendelkezett a csapat olyan erős játékos állománnyal, amivel jobb helyen szerepelhettek volna a tabellán a téli szünet előtt. Viszont az érkezők pozitív szemléletet hoztak a csapathoz. Már önmagában az, hogy érkezett 3-4-5 játékos, inspirálni kell, inspirálja majd az itt levőket is, hisz végre egy jó kis verseny alakul ki majdnem minden posztér, és nyilván ez jó hatást gyakorol már a korábban itt levőkre is. Az MB3-as mezőn kiegyenlítettnek mondható, ezért az MTE 1904 elsődleges célja a bennmaradás. Viszont reális célként gondolnak a legjobb 10 bekerülésre a szezon végén. Ehhez a következő 15 meccsen jól kell szerepelniük. A játékosok szerint erre minden esélyük megvan. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most következik a hírháttér, Gyurics Zoltán névvel, a Huszárgál Városi Könyvtár igazgatójával a tervekről fogok beszélgetni. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!